Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy virágos jóslás június 16-án. Ezek a virágos kártyák az én kártyáim. Mutatom nektek a csomagolást is. Nagyon szépek lettek. Hamarosan megjelenik magyarul is. És most ez a jóslás, ez a virágos jóslás. A központi téma itt van középen, és ez a virág, ez a hóvirág azt jelenti, hogy valaki ártatlan. Vagy ti vagytok ártatlanok egy bizonyos ügyben, vagy valaki más a közeletekben, és ez hamarosan tisztázódik. Ez a kártya mutatja a telet is, tehát gondoljatok vissza, mi történt a tél folyamán, mert ez lehet, hogy itt ezzel összefüggésben áll. Legyetek egy kicsit még türelmesek, amíg ez mind elrendeződik, és kiderül az igazság. Ami fontos, hogy legyen erőtök, és védjétek magatokat. Ez a virág itt ugyanazt jelenti, hogy itt valami rendeződik és kitisztázódik. Ti kaptok egy hírt, és ennek a hírnek van egy nagy jelentősége. Lehet, hogy nem ma érkezik, de a közeljövőben. A háttérben van egy beképzelt személy, mutatja ez a kártya. Az lehet egy férfi, lehet egy nő is, és ez a beképzelt személy itt most visszahúzódik, mert nem áll most a középpontban, ezt mutatja itt ez a kártya. Tehát itt jóra fordulnak az események, tisztázódik valami, ti véditek magatokat, van segítség is, kaptuk egy jó hírt, és ez a háttérben lévő beképzelt személy, az most vissza fog húzódni. És ez volt ez a virágos jóslásom. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!